A hétvégén, pénteken és szombaton sem pihen Székesfehérvár, már ami a közösségi és kulturális programokat illeti. Július 8-án pénteken este 9 órakor titokzatos felfedező sétán lehet részt venni a belvárosban, mely során fáklyákkal megvilágítva fedezhetik fel az érdeklődők a várfalak által határolt eldugott kis utcákat. Július 9-én szombaton, a 6. szerb nemzetiségi nap apropóján ivánnapi búcsút tartanak a Rácz utcai szerb ortodox nemzetiségi templomban, mely délelőtt 10 órakor kezdődik püspöki szent misével. Várhatóan olyan 10-12 főpap fog megjelenni, több egyházközségből jönnek, a budai szerb egyházközségekből és a pécsiekből. Magyarország területén az ortodox egyház 3 területre van osztva, budai, pécsi és szegedi. Hát a szegediek is jönnek, de ott már nem csoportosan, hanem egy-két fő ismerős rokon. Délután 3 órakor lesz a szerb nemzetiségi nap hivatalos megnyitója, mely után számos programmal kedveskednek az érdeklődőknek. 3 órakor a rendezvényt megnyitja Jubomir Alekszov úr, a magyarországi szerbek szószólója. Ezután, a megnyitó után egy ukrán nemzetiségi csoport fog fellépni, majd a Kóló együttes ad műsort újra, és Csobánkáról a Rozmarin együttes lép fel, néptánc csoport. Szintén szombaton lehet felszállni a felújított Panoráma Ikarus buszra, mely egy kellemes városnézést követően az idén megújult Aranybulla emlékmű felé veszi az irányt. A királyok ezúttal is óriás bábok, egészen pontosan Géza fejedelem Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre képében elevenednek meg a közönség számára a belvárosban. A hagyományőrző csapat 17 órakor indul a Vörösmarty Színháztól, majd bemutatókat tartanak a Varkocs szobornál, a Mátyás király emlékműnél és az Országalmánál. A program zárásaként 18 órától a Zichy Ligetben a Duo Red White Cello Duo koncertjét hallhatják a zenekedvelők. Mindezeken kívül július a művészkorzó hónapja, július 9-től július 30-áig szombatonként a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezésében a belvárosban színészek, énekesek és táncosok műsora várja a látogatókat.